Az 1973-ban átadott úszómedencét korábban elsősorban csak az úszók használták. A célok között szerepelt ennek a megváltoztatása, valamint a felületi és technológiai megújulás, hogy a medence folyamatosan a vendégek rendelkezésére álljon a nyár folyamán. Töltőürítő rendszerről a vízforgatós rendszerre álltunk át, tehát ezáltal sokkal jobban tudjuk szabályozni a víz minőségét, gyakorlatilag a víznek a hőmérsékletét is, és ezáltal a medence sokkal inkább megfelel a mai kor kívánalmainak. Újdonság a napozásra vagy vízbeugrás céljára is használható kis félsziget, valamint a víz hőmérsékletének 26-28 Celsius fokon tartása. Minőségi burkolattal újították meg a medence környékét, ahol 200 nyugágyat helyeztek el. Igyekeztünk megtartani három közel 50 méter hosszú úszósávot, amik a kevésbé forgalmas napokon lerekesztve csak az úszók számára lesznek gyakorlatilag lefoglalva, míg a nagyon-nagyon mozgalmas, forgalmas hétvégéken pedig gyakorlatilag a medence csökkentett vízmélységű része az a átlag vendég rendelkezésére áll. A beruházás saját forrásból 1.100.000 eurós költséggel valósult meg. A termálfürdőben folyamatban van a tópart revitalizációja, amely július végére készülhet el. Tervben van továbbá a fürdő épülete előtti parkolók számának növelése, valamint a panzió felújítása és bővítése.